A becslések szerint mintegy 450 ezer vállalkozó választotta adójának megfizetésére az úgynevezett kisadózó vállalkozások tételes adóját. Tehát sokaknak fel kellett készülniük arra, hogy egy más adózási rendet válasszanak. Fontos kihangsúlyozni, hogy egy adózási nemről van szó, tehát a vállalkozási formát ez nem érintette. A kata nem szűnt meg, csak átalakult, mondta Salgó Attila, a NAV Pest megyei adó- és vámigazgatóság sajtóreferense. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy augusztus 31-ével ugye a kata megszűnik, tehát hogy még aki az új katázó lenne, tehát az új kata törvénynek megfelel, neki is be kell jelentkeznie a NAV-nál szeptember 25-ig, ezt egy webes ügységében keresztül, akár egy okostelefonról is el tudja intézni, illetve hát mindenkinek ugye augusztus hónapra, aki abban a hónapban még katázott, meg kell fizetnie arra hónapra eső általányadót, illetve aki lezárja ezt a tevékenységet, szeptember 30-ig el kell számolnia, tehát egy adóbevallást kell készítenie. Azoknak, akik nem katáznak tovább, át kell számolniuk az éves tervüket annak érdekében, hogy eldönthessék, mely adózási forma lesz számukra a legkedvezőbb. Salgó Attila azt javasolja, hogy ebben érdemes szakember segítségét kérni, de a NAV honlapján is található egy kalkulátor, ami segítséget adhat a döntésben. A vállalkozók több lehetőség közül is választhatnak. Választhatják az általányadózást, ez lesz valószínűleg a legnépszerűbb. 24 millió forint árbevételig lehet ezt a formát választani, illetve a kiskereskedelmi szolgáltatóként 120 millió forintig. Itt egy adott költséghányad van, és itt is van egy pici módosítás az elmúlt napokban, aki megfelelne esetleg az új katának, vagy az általányadózást és az általányadózást választaná, annak elég csak október 31-ig nyilatkoznia ettől, és akkor ugyanúgy szeptember 1-től általányadózik. Van egy úgynevezett vállalkozói jövedelemadó, ennek nincsen bevételi értékhatára, és így értelemszerűen a költségek is magasabbak. De lehetőség van az ECHO adózásra is, ami nagyon kedvező, hiszen szeptember 1-től a veszélyhelyzet idejére megszűnik a 13%-os kifizetői ECHO. Ezáltal az ECHO mértéke 13%-kal csökken. Minden érintett vállalkozásnak tehát el kell döntenie, hogy milyen szabályok szerint adózik szeptembertől.